Legalább 2 éven keresztül napi rendszerességgel bántalmazta a döbrökközi férfi az élettársát, legtöbbször féltékenység miatt támadta nőre. Volt olyan eset, hogy az asszony feljelentést tett, a párját a rendőrök ezért kihallgatták, majd amikor hazaért, ismét rárontott a nőre. Az ügyben indult bírósági ügy most ért véget. A vádlottat a bíró elzárással sújtotta. A Dombóvári járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat kapcsolati erőszak büntettében, ezért 90 nap elzárásra ítélte. Az ítélet jogerőre is emelkedett. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy ugyanezen vádlott, ugyanezen volt élettárs sértett sérelmére korábban hasonló bűncselekményt már elkövetett. A kapcsolati erőszak fogalma 2013 óta szerepel a büntető törvénykönyvben. Ez sokkal súlyosabb cselekmény, mint egy könnyű testi sértés. Egyrészt, mert folyamatos erőszakosságot feltételez. Ezekben az ügyekben a bíróság azt nézi, illetve azt figyeli, hogy a hosszas együttélés alatt történt-e olyan bántalmazás, akár szóban, akár tettleg, ami alkalmas arra, hogy megvalósítsa a kapcsolati erőszak büntetét, mivel a törvény előírja, hogy rendszeresen kell ennek megtörténnie. Az ítélet jogerős, mert azt az ügyész és a vádlott is tudomásul vették.